Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Külön tisztelettel köszöntöm elnökünket, prezident Joe urat és prezident Guri urat. Örülök, hogy 5 év elteltével önök ismét Budapestet választották. Ezt mi vezetők szeretjük a stabilitásnak a jeleként fölfogni, és a stabilitást mi mindig nagy értéknek tartjuk, különösen, hogyha az egybeesik a mi vezetői mandátumunk időszakával. Láttunk itt egy filmet, az első filmre gondolok, amely a digitális jövőt próbálta a szemünk elé rajzolni, és az jutott eszembe, hogy ha valóban ilyen ütemű a digitális világ fejlődése, ilyen fejlődési ütem mellett nehéz lesz ellenállni a kísértésnek, hogy az Isten helyébe képzeljük magunkat. Remélem azért majd sikerül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, izgalmas időben jöttek el önök hozzánk. Az izgalom nem annyira Budapesten, hanem inkább egész Európában tapasztalható. Az Európai Unió intézményeinek élére éppen most választottunk új vezetőket. És ha minden igaz, akkor holnap teszik közzé az Európai Bizottságon belüli, az Európai Kormányzást intéző szervezeten belüli portfólió megosztásokat, amelynek jelentősége lesz majd Európa digitális fejlődése szempontjából is. És aztán itt van a nyakunkon nekünk európaiaknak a Brexit kérdése is, ami rendkívül izgalmassá teszi az előttünk álló heteket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megtisztelő számomra, hogy a vietnámi kormány miniszterének szavai után szólhatok önökhöz. És nagyszerű döntés, hogy jövőre elmehetünk hozzájuk. Nem csak azért, mert Vietnám egy nagyszerű ország, akivel Magyarországot nagyon hosszú évtizedek óta köti össze barátság. Amikor még ilyen kis iskolás voltam, akkor még apró pénzzel is támogattuk a vietnámiak függetlenségi harcát. A régi dolog ez a Vietnám és Magyarország között, de nem csak ezért izgalmas oda elmenni, hanem mert a mi elemzéseink szerint a következő 30 évben Vietnám lesz a világ leggyorsabban növekvő gazdasága. Legalábbis az előrejelzések ma ezt mutatják, izgalmas lesz jövőre ellátogatni a jövőbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ITU az egy nagy tekintélyű szervezet, és a tény, hogy másodszor döntött már egy fontos eszmecsere helyszíneként Budapest mellett, megtiszteltetés a számunkra. A második kisfilmben láthatták, hogy nekünk magyaroknak van múltunk a digitális világban. Mi magyarok büszkék vagyunk arra, hogy ott voltunk már az első cölöpök leverésénél is. A bólyaiak, Erdős, Neumann, Kemény és nem utolsó sorban Puskás Divatar, ők mind a digitalizáció úttörői voltak. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy a magyarok szinte sportot űztek korábban is, és űznek ma is abból, hogy hogyan lehet egy-egy kérdésről egészen másként gondolkodni, mint bárki más gondolkodik a világon. Mi magyarok szeretünk ott keresni utat, ahol mások csak a bozótot látják. Ennek a magyar karakternek és észjárásnak eszenciális kifejeződése a Rubik kocka, amely nem véletlenül egy magyar ember agyában fogant meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azért vagyok ma itt, és azért vállaltam el ennek a fórumnak a megnyitását, hogy világossá tegyem önök előtt, a digitális világ legmeghatározóbb szereplői előtt, hogy Magyarország készen áll, sőt már hozzá is fogott
belekezdett abba, hogy a digitalizálódó világgazdaság egyik sikertörténete legyen. Ez egy ambíciózus cél a mi részünkről, és ilyenkor mindig felötlik a kérdés, hogy jó, de mennyi az esély, hogy Magyarország valóban egy digitalizációs sikertörténet legyen. Tisztelt Hölgyeim és Uram, az esélyek jók. Először is azért, mert Magyarországon már szilárd alapjai vannak a digitális gazdaságnak. Önöket ma egy olyan ország látja vendégül, amelyik 10 év alatt az európai kontinens sereghajtójából, emlékeztem önöket, hogy az első pénzügyi összeomlás nem Görögországban történt, hanem azt megelőzően Magyarországon. Szóval az európai kontinens sereghajtójából fölküzdötte magát a kontinens egyik éllovasává. 2010-ben még recesszióban volt a gazdaságunk, ma az egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb növekedés Európában a mi nevünkhöz kötődik. 10 évvel ezelőtt hatalmas volt a munkanélküliség, és ma pedig arasznyira vagyunk a teljes foglalkoztatottságtól. Van modern iparunk, vannak erős hazai és nemzetközi iparvállalataink, és ezek a legmodernebb technológiákkal dolgoznak. Stabilan állunk a lábunkon, a magyar költségvetésnél biztonságosabb, kevés akad Európában. Ez már önmagában is okot ad arra, hogy mi is bízzunk, és önök is bízhassanak a mi sikerünkben. A siker esélyét növeli, hogy a pénzügyi válság idején mi magyarok nem csak válságot kezeltünk, hanem egy újfajta gazdasági modellt is felépítettünk, igaz az Európai Unión belül, de minden más országétól különböző modellt építettünk föl. Ennek a modellnek a középpontjában a versenyképesség, az újító és a vállalkozói szemlélet áll. És ebbe a szemléletbe tökéletesen illeszkedik a digitális gazdaság. Már 2010 óta olyan döntéseket hoztunk, amelyek nem csak a válságot kezelték, hanem már kaput nyitottak a digitális szektor számára a magyar gazdaságban. Láthatták, Európában, Magyarországon a legkisebb az internetet terhelő forgalmi adó, mindössze 5%. Láthatták, kiváló az infrastruktúránk, amit folyamatosan fejlesztünk. A G5-ben is, a G5-ös hálózatos rendszerben is szeretnénk a legsikeresebbek és leggyorsabbak között lenni. És ezt mi szakmai, gazdasági és nem politikai kérdésnek tekintjük. Semrég átadtunk, láthatták ezt is, egy olyan modern járműipari központot, tesztközpontot, amely már a digitalizáció szellemében épült, és az önvezető autók talán világ egyik, vagy talán legmodernebb kísérletezési helyszíne. Fontosnak tartom, hogy elmondjam önöknek, hogy tavaly óta ennek a területnek, a digitalizációnak van miniszteri szintű felelőse, létrehoztuk a magyar kormányzás történetének legnagyobb portfólióját, egy helyen kezeljük, egy miniszter hangolja össze a hagyományos reálgazdaságot, a digitális gazdaságot, az innovációt, a kutatást és az egyetemek irányítását is. Tele vagyunk kreatívan gondolkodó szakemberekkel, folyamatosan növekszik ezért innovatív vállalkozásaink száma. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A magyar nemzeti össztermék 25%-át ma a digitális gazdaság állítja elő. A szektor közvetlenül és közvetve mintegy 400 000 embert foglalkoztat, és ha az arányok nyelvén beszélünk, ez a harmadik legmagasabb arány az egész Európai Unióban. Szóval, hölgyeim és uraim, Magyarország már most is egy digitális gazdaság Európa szívében. A jövő nálunk már elkezdődött, és abban bízunk, hogy Európa is teljes lendülettel ebbe az irányba fordítja majd a szekerét. Európaiként mondom, egy európai ország miniszterelnökeként mondom, hogy Európának, az Uniónak végre le kellene zárnia a digitális gazdasággal kapcsolatos vitákat,
és végre egységesen kellene cselekednünk. Meg kell értenünk, hogy a világ megváltozott Európa körül. Az Európa által dominált világnak már réges-régen vége. Akkor is, ha mi itt Európában, esetleg ezt nem vettük időben észre. A világ teljesen más irányba halad. Ma még a G7 meg G8 világában élünk. De ha valaki olvas és jól olvas a jelekből, akkor láthatja, hogy a G2 világa felé tartunk, vagy talán már bele is léptünk. És Európának alkalmazkodnia kell ehhez az új helyzethez. És meg kell érteni az olyan intézményeknek, mint amilyen az önöké, amilyen az itt. Ezeknek a szerepe ebben az előttünk álló G2-ra épülő világban sokkal nagyobb lesz, mint most. Ez a szerep nőni fog. És Európának sokkal nagyobb szüksége lesz az ilyen szervezetekre, mint korábban volt. Ezért Európának támogatnia kell az ITU-t és az ehhez hasonló szerveződéseket, mert egyébként Európa nem tud érvényesülni az előttünk álló modern világban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fontos, hogy Európában megértsük, hogy a kis- és középvállalkozásokat kiemelten kell támogatnunk. Minél erősebbek az európai kis- és középvállalkozások, annál inkább sikeresek lesznek a nemzetgazdaságaink. Miniszterelnökként, mélyen tisztelt elnök úr, én leginkább azzal a kihívással küzdök, hogy ahogy egyre inkább digitalizálódik a gazdaság, hogyan lehet olyan politikákat kialakítani, hogy a digitalizációnak az áldásaiban ne csak egy szűk elit és ne csak egy szűk nagyvállalati világ részesedjen, hanem eljusson mindenkihez. Nekünk politikusoknak olyan programokat kell kigondolnunk és végrehajtanunk, amely alkalmazkodik ahhoz a tényhez, hogy a digitalizáció az életünk egészét érinti, ezért el kell juttatnunk a digitalizációt a legtávolabbi faluban élő gazdákig, a kórházakig, a kis településekig, a kis és közepes vállalkozásokig. Hogy mindenki, minden egyes polgár, minden egyes vállalkozás az nyertese legyen, és ne elszenvedője a digitalizáció okozta változásoknak. Ha nem tudunk ilyen politikákat kialakítani, akkor az épességeink minden országban egy része, talán tekintélyes része, éppen hogy szembe fog fordulni a digitalizációval. Nekünk meg kell értetnünk, hogy ez nem szét fogja szakítani a társadalmainkat, hanem egy lehetőséget ad arra, hogy mindannyian még inkább bekapcsolódjunk a közös életünkbe. Akkor is, ha a Budapesttől legtávolabb élő kisfalu polgárai vagyunk, vagy ha nem az elithez tartozunk, hanem egy betanított munkából tartjuk föl magunkat és a családunkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország ennek érdekében már indított programokat, ezt úgy nevezzük, hogy a digitális jólét programja. Remélem, következő találkozásunkkor már sikerekről számolhatok be önökkel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, összegzésképpen önök ma egy olyan országnak a vendégei, amely nem fut el a jövő elől, nem dugja homokba a fejét, azokat a változásokat is látja, amelyek Európát új kihívások elé állítják. Mi nem elbújni akarunk, hanem részt akarunk venni ennek az új világnak a megteremtésének. A nyertesei akarunk lenni ennek az új, történelem formáló, izgalmas kalannak. Az elmúlt 10 év itt Magyarországon bebizonyította, hogy nálunk a jövőt nem csak meg tudják tervezni, hanem meg is tudják valósítani, teremteni. Érdemes minket meglátogatni, nem csak most, máskor is, bilateriális alapon. Kérjük önöket, jöjjenek el hozzánk minél gyakrabban, hogy közösen konzultálhassunk ezekről a kérdésekről, és a legjobb gyakorlatokat gyűjthessük össze Magyarországról és az önök országaiból. Köszönöm, hogy eljöttek Magyarországra. Köszönöm, hogy vendégül láthatjuk önöket Budapesten, kívánok jó tanácskozást és hasznos időtöltést itt Magyarországon. Isten éltesse mindannyiukat!